Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Egy rövidke videó lesz a Simlinkek természetéről, illetve azok létrehozásáról, hol a terminálba. Itt nekünk nagyon fontos az a szó, hogy a terminálba, hiszen gyakorlatilag a Simlinkeket mindenki ismeri, de kevesen használják. Ez egy öreg hiba, mert a szimbolikus link leírás szerint, ez egy egyetemi jegyzetből, egy mondat a Simlinkekről, egy szimbolikus link, egy speciális fájltípus, ami egy másik fájlra mutat. Na hát kezdjük ott, hogy ez nem teljesen igaz, illetve 100%-ig igaz, szemlélet kérdése, de nézzük is meg, mi is ez a Simlink. Egy másik könyvtárba helyezek el egy hivatkozást egy állományra, egy fájlra. A saját könyvtárban más néven is el lehet helyezni ugyanarra hivatkozva, bár ennek nem túl nagy értelmét látom, azaz felfoghatom egy könyvjelzőnek is, egy ugrólinknek is, azaz, hogyha A könyvtárban van az A állományom, én a B könyvtárban elhelyezhetek egy Simlinket az A állományra, és hogyha arra rákattintok, akkor eljutok az A könyvtár A állományára. Ez nagyon fontos. És amiért mondtam, hogy nem teljesen igaz és teljesen igaz, hogy hivatkozhatok könyvtárra is. Én ezt elég sokszor szoktam csinálni, hogy szimbolikus linkeket helyezzek el itt-ott, és akkor gyorsan a másik könyvtárba tudok ugorni, az A könyvtárból el tudok ugorni egy olyan könyvtárba, egy Simlink segítségével, ahova oda kellene navigálni. Azért teljesen igaz egyébként, hogy ez igazából egy másik fájlra mutat, mert Linux alatt minden fájl, minden állomány. Tehát ez így félig igaz, félig nem ez az állítás. A Simlink törlésével nem törlődik az eredeti. Tehát, hogyha egy könyvjelzőt elhelyezek egy állományra, egy másik könyvtárba, és kitörlöm ezt a Simlinket, ezt az ugrólinket, ezt a könyvjelzőt, akkor természetesen az eredeti állomány nem fog sérülni, nem fog törlődni. A Simlink törlésével nem törlődik az eredeti, ez nagyon jó dolog, ezt meg kell jegyezni. A Simlinkre kattintva az eredeti fájlt szerkeszthetem, tehát nem egy másolat készül, hanem hogyha egy állományra, egy ATXT-re hivatkozok úgy, mint akármi, akármi TXT, egy akármelyik másik könyvtárba, akkor rákattintok arra az adott állományra, a Simlinkre, odaugrik, és a eredeti ATXT-t fogja megnyitni, nagyon professzionális. Azaz, gyakorlatilag hivatkozások vannak. A hivatkozás, a Simlink elkészítése gyors és egyszerű, nem csak terminálban lehet létrehozni. Én azért szeretem terminálban létrehozni, mert hogyha a terminálos munkát megszokom, akkor villámgyorsan mindent meg tudok tenni. Ha pedig úgy vagyok, hogy különböző grafikus fájlkezelőkkel, mert általában ezzel lehet létrehozni ezeket az állományokat, ezeket a Simlinkeket, megtanulom, hogy az A fájlkezelőbe így kell, az teljesen biztos, hogy a B fájlkezelőbe másképp kell egy Simlinket megcsinálni, vagy irogatni kell különböző panelokba, vagy ráhúzással, áthúzással, meg lehet ezt oldani. Azaz, sokféleképp meg lehet oldani, én a terminálost fogom bemutatni. Miért? Mert a terminálos munka a leggyorsabb. Két dologra van szükség, tehát el kell dönteni előre, mit akarok linkelni, tehát mi legyen az az állomány, amit beszeretnék linkelni, és hol legyen a hivatkozási link. Semmi egyéb. Semmi egyébre nincs, egy parancsor, begépeled, és utána szuperül fog működni. A feladat nagyon egyszerű. Egy élő példa. Nekem ezek a felvételek, amiket éppen látok, a videó alkönyvtárba készülnek el, és ott vannak. És utána másolom be egy másik al-al-al könyvtárba azokat a fájlokat, amiket szétosztogatok, hogy kategóriák, célok és egyébek szerint egy könyvtárba legyen az összes állomány, ami a videóvágáshoz kell, ne kelljen keresgélni. Nekem az az ideális, hogyha két könyvtár között, tehát ez és a videó könyvtár között el-vissza tudok ugrálni úgy, hogy rábökök egy linkre és odaugrik. Tehát egy hosszadalmasabb munkát, viszonylag hosszadalmasabb munkát megsporolok. Hogyan lehet ezt megoldani? Könyvtárról könyvtárra való linket fogunk megcsinálni, LN, kötőjel S, tehát Simlinket szeretnénk, ahova a célkönyvtár, ahova ugorjon, és ahol készüljön el ez az adott link. Azaz, itt lesz a linkem, és itt lesz természetesen a célom. Amikor erre a linkre rákattintok,
ide fogok eljutni, egyéb funkciót nem szeretnék használni, gyakorlatilag ide megyek, a végére lépek és enter, nem csalás, nem ámítás, itt van a videók feliratú, ez a mappa neve, hiszen automatikusan megkapta a mappa neve, ez a videók alkönyvtárba, be tudok ugorni, be tudtam ugorni, szuper! A következő lépés, innét szeretnék egy másik linket készíteni, ami visszaugrik. Tehát nagyon egyszerűen el-vissza tudjak ugrálni a kettő között, hiszen az itt elkészült videó darabok, a klippeket szeretném bemásolgatni, kijelölni, bemásolgatni és berakni az adott alkönyvtárba, így bizony gyorsan tudok lépkedni, hogyan lehet ezt megcsinálni. A megoldás, hogy a másik irányba is működjön egy link, elhelyezünk ide is egy oda célozott linket, megfordítottam a paramétereket, és leentereztem, lehet látni, hiba nélkül lefutott, megnézzük, hogy valóban működik-e a dolog. Igen, itt van egy DVD alapok, nagyon kényelmes, mert úgy van beállítva a rendszer, hogy először a könyvtárakat jelenítesse meg, és akkor így az elejére helyezte el a listában a DVD alapok linkjét, rákattintunk, oda megy, visszamegyünk, videók, gyorsan kijelölök pár darabot a teszt kedvéért, Ctrl-C, odaugrok, Ctrl-V, és be is rakta, igaz? Ennyi a dolog. Ha pedig kitörlöm ezt a linket, figyeljetek, kitörlöm ezt a linket, törlés, leokézom, és attól még a videókönyvtár megmaradt, tehát a link célja nem törlődik vele, csak az ugró link törlődik ki. Tehát, hogyha valaki eznek a elvét átgondolja villámgyorsan, és nagyon kényelmesen két parancs beírásával, illetve egy parancs két paraméterezésével meg tudja oldani az el-vissza ugrálást, vagy éppen egyik könyvtárból a másikba, vagy egyik állomány névről, egy linkről odaugorni a másik állományra, és akkor azt szerkeszteni, tehát nem kell keresgélni, több könyvtárat, több alkönyvtárat felkeresni, ide-oda lépkedni. Hát köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Mindenkinek jó simlink, azaz lágy link, szimbolikus link készítését kívánok. Sziasztok!